Több mint 100 vendégre terítettek a művelődési ház nagy termében. Néhányan elől, mások az akadálymentesített hátsó bejáraton érkeztek. Idős, illetve fiatalabb, betegség vagy baleset miatt mozgásukban korlátozott szegvári embereket képvisel az Egyesület immár 25 éve. A szombat délelőtt tartott éves beszámolón erről is megemlékeztek. A nagyjából 5000 lélekszámú településen 152-en csatlakoztak az érdekvédelmi csoporthoz, ebből 60-an elektromos moped segítségével közlekednek, 20 személy pedig betegsége miatt egyáltalán nem tudja elhagyni a házát. Az Egyesület őket is felkarolja egy főállású gondozónő segítségével. Feladata, hogy ezeknek az embereknek kiváltsa a gyógyszereit, befizesse a csekjeit és a szükséges bevásárlásokat megtegye. Ez a szolgáltatás a tagoknak térítésmentes. Ezt a feladatot Katona Kis Józsefnél látja el, mindenki szereti, ismeri, és szeretettel végzi a munkáját. Csekély tagdíj ellenében az Egyesület az érdekérvényesítésben is szerepet vállal, a fogyatékossági parkolási és lakás átalakítási támogatás kérvényezésének útvesztőjében segít eligazodni. A beszámolóból kiderült, 7 év alatt a csoportnak 70 lakóhely akadálymentesítést sikerült kijárni, 6 évvel ezelőtt viszont megtorpant az iram, a támogatás összegét ugyan 150 ezerről a duplájára emelték, a hozzájutás feltételeit megszigorították. Ezért a csoporttitkár szerint nem minden rászoruló kapja meg ezt a kedvezményt. A tagok rendszeresen összejárnak, szellemi vetélkedőket és közös kirándulásokat szerveznek, híresen finoman sütik a kelttésztát és a kürtős kalácsot, az idei szegvári bor és kalács fesztiválon is ők tartották jól a vendégeket. A mozgáskorlátozottak Csongrád megyei találkozóját tavaly ősszel a helyi csoport szervezte meg. A megyei vezetőket és a szentesi testvércsoport képviselőit most is meghívták, Vince Andrea elnök megragadta az alkalmat, és megköszönte Arany Lajosné eddigi munkáját. A megyében 28 településen működik a szegvárihoz hasonló érdekvédelmi csoport. Az ezeket összefogó megyei egyesület 1981-ben alakult, jelenleg 2000 tagja van, 80%-uk 60 év feletti. Az elnök szerint kevés fiatalt tudnak képviselni, és az aktív korosztály sem csatlakozik hozzájuk. Ezt a problémát szeretnénk a munkaerőpiaci szolgáltatások bevezetésével, a foglalkoztatás elősegítésével áthidalni. Nyilván itt a pénzforrás, ami a legnehezebb, hogy valóban ezeket a szolgáltatásokat olyan hatékonysággal és olyan mértékben tudjuk nyújtani. Ehhez ugye fizetett szakemberekre lenne szükség. Tehát most pályázunk, pályázati forrásokat keresünk erre a lehetőségre. Az úgynevezett akkreditált rehabilitációs foglalkoztatási program nem csak a munkavállalóknak, a munkáltatóknak is megéri. Bértámogatással és járulékkedvezménnyel ösztönzik őket arra, alkalmazzanak megváltozott munkaképességű dolgozókat. 2013-ban Csongrád megyében 52 munkáltató élt a lehetőséggel, 4 év alatt nem csökkent, de nem is nőtt a rehabos munkahelyek száma. Szegváron egyetlen üzem foglalkoztat munkaerőt ilyen feltételekkel. Az Unióban a megváltozott munkaképességűek 30-40%-a dolgozik, nálunk ez mindössze 10%, vagyis nagyon alacsony. A munkavállalóknak nem kell szemléletformálás, a munkáltatóknak annál inkább. Azt tapasztalom a piaci szereplőknél elsősorban, hogyha felmerül ez a kérdés, hogy megváltozott munkaképességűt foglalkoztasson, akkor a problémát látja benne, hogy akkor nekem rámpát kell építeni, ki kell szélesíteni az ajtókeretet. Tehát inkább ezt látják benne, és nem azt, hogy a megfelelő szaktudással rendelkezhet akár egy kerekes székes is, de akkor ez az kell, hogy kiszélesítsük az ajtót, lejjebb vigyük az asztalt és a kapcsolókat elérhető távolságba. Tehát én annak a híve vagyok, hogy megfelelő szakembert keressünk megfelelő munkahelyre, és hogyha ez megvan, akkor az igényeket már lehet közelíteni egymáshoz. Az elektromos mopedeket most inkább helyhiány miatt hagyták az ajtó előtt a vendégek. A művelődési ház földszintje a többi szegvári közintézményhez hasonlóan akadálymentes. Bár jogszabály már legalább 20 éve előírja, nem minden magyarországi közintézményre igaz ugyanez. A hallást és a látást segítő komplex akadálymentesítés pedig még ennél is szerényebb. A felmérések alapján 70-75%-ban akadálymentesek a közintézmények. Ez elsősorban a fizikai akadálymentesítést jelenti. Ugye ez a leglátványosabb, talán ezt a legegyszerűbb kijárni, vagy megvalósítani. Ezen kívül ugye figyelnünk kell a látássérültekre, vezetősávokkal, illetve a hallássérültekkel, indukciós húrkokkal. Tehát a komplex akadálymentesítés az nagyon gyerekcipőben jár, az egy olyan 30-35%, a fizikai akadálymentesítés.
akadálymentesítés 70-75. A hivatalos beszámoló utánra már csak a szórakozás és a finom ebéd maradt, a színpadon egymást váltották a helyi és szentesi fellépők. Bár híres szegvári szerelemkalácsot ez alkalommal nem sütöttek, finomságokból most sem volt hiány.